tárgyilagos borleírásról, vagy nem munkáról van szó, akkor számomra a bor az az ember is. És számomra akkor a bor nem csak egy ital, ha az én személyes kedvencemről van szó, hanem az egész közeg, aki készíti, ahogy készítik, ahogy ők azt reprezentálják. Speciális fontosságú, hogy a világ véleményvezető borszakértői állást foglaljanak tokajjal kapcsolatban, és az állásfoglalás pozitív legyen, hogy értékeljék ezeket a borokat, vessék össze azokkal a borokkal, amelyek a világban a legnagyobbak közé tartoznak, mert akkor tudunk mi is hitelesen a világ legnagyobb borai közé tartozni, hogyha ezt nem csak mi gondoljuk ki, hanem a világ is. Nem csak a fajtát szeretnénk megmutatni, hanem azt is, hogy honnan jött, és hál' Istennek van mit megmutatnunk, mert nagyon komoly értékek vannak a mi talajainkban. Tokajban is van többfajta irányzat, többfajta szervezet, ahova csatlakoznak a borászok. Szerintem egyfajta egység kell olyan szempontból, hogy hát még a magyarokat beleértve is nagyon kevesen ismerik a tokaji bort. Tehát persze külföldön az emberek azt mondják, hogy Tokaj. Mi jut eszedbe Magyarország a kapcsolatban, borral kapcsolatban Tokaj. De azon belül annyira minimális a differenciálás, tehát egy-két szakíró van, aki ismeri a borainkat. És én azokkal értek igazából egyet, akik azt mondják, hogy először itthon ismertessük meg az embereket a borokkal. Tehát mondjuk meg azt, hogy Tokaj nem csak az a borokról szólt, nem csak a szamarodniról, vannak száraz borok is, merre halad, milyen ételekhez lehet párosítani, és ezért szerintem ez a rendező mindenképpen egy jó ötlet. Én 2003 óta vagyok Hegyalján, és azóta tapasztalom, hogy egyre többen jönnek, és egyre céltudatosabban jönnek. Tehát most már nem csak Tokajt keresik, hanem borászatokat keresnek, borokat keresnek, évjáratokat keresnek. Ez mindenképpen jó. Tehát van egy ilyen törzsközönség, aki, ne adj Isten, egyszer felfedezte Tokajt, és annyira megtetszett neki ez a feeling, hogy évből évre visszajárnak, de az átlag fogyasztó is egyre műveltebb, egyre kifinomultabb ízléssel. Próbáljuk provokálni, izgatni, és a környéket egy kicsikét úgy felturbozni, de nem csak a környéket, hanem természetesen az egész országot úgy fölrázni, hogy jó napot kívánok, Tokaj, Magyarország, ez a miénk, és gyakorlatilag ez a 51 néhány borvidék a világon, ami édesbor készítésére alkalmas, ebből Tokaj abszolút kiemelkedik. Tessék már megismerni, és itt amikor van egy borkóstoló Budapesten, akkor ne vallja már be a magyar ember, hogy nem voltam még Tokajban, hanem azt mondja nekem, hogy 15-ször voltam, és még mindig nem unom. Én nagyon szeretek Tokajban lejárni, mert csak azért, mert nagyon közel származom, tehát Tokaj nagyon közelről származom, hogy valamivel még ezt kombinálni, hogy még inkább kedvet csináljunk, akár egy ilyen, a geocachinghez hasonlóan egy ilyen borkeresési programokkal, vagy még olyan programot levinnem, egy kicsit csábítja az embereket arra, hogy menjenek felfedezni, hogy lehet, hogy nem csak a bor miatt mennének le, de ha már ott vannak, ráeszmélnek arra, hogy hú, itt milyen borok vannak. Az a gond általában, hogy nagyon nehezen mernek az emberek a Tokajhoz közelíteni, nem divat ma Tokajit inni. De azért, mert az emberek nem ismerik. Nekem az a tapasztalatom, hogyha oda jönnek, megkóstolják, akkor már nyert ügy van, mert akkor már rájönnek, hogy ez egy jó dolog. Készítettünk háromféle borhoz, egy reduktív, egy érlelt, száraz és egy aszúhoz. Azt mondom, hogy én mit csináltam, jó, már lányok, én pontosan nem tudom. Én csináltam a reduktívhoz egy töltött szőlőlevelet, lencse, beluga lencse van benne, meg rizssel töltött szőlőlevél. Én jó fűszeresen. Az érlelthez polentát, ilyen grillezett paprika salátával, az asszúhoz pedig aszalt szilvát, meg aszalt sárga barackot töltöttem meg szezámmagos hússal. 1300 adag kaja készült,
és szerintem nem volt 30 perc, hogy elfogyok. Pont ez volt a cél, hogy ne legyen kék sajt, meg libamája tokai. Szóval az már, hogy ezt már, igen, mert hogy ezt már így unjuk, mondjuk ennek ellenére mondjuk mind a hárman sok sajtot használtunk, tehát ez azért így megvolt. És nekem kicsit ilyen arabos, marokkói stílusú volt az ételem. A Zsófinak indiai és kínai, az Anna meg ilyen totál magyaros malac cuccra vette, mint amit tőle szedem mindenki vár. Senki nem csalódott a kajákba, biztos vagyok benne. Pástétom, meg sertésnyelv, meg sertéspofa, meg egy teljesen ártalmatlan ilyen sajt tortiszerűség. Nekem ez így illik a tokainak a jellegzetes íze, meg a kakukkfű, az nekem mintha passzolna. Mert igazából én úgy gondoltam, hogy ezeket az ételeket, amiket készítek, ezek univerzálisan talán nem ütik agyon egyik jelenlévő bort sem. Nekem ez volt a koncepció. Azt hiszem az van, hogy én inkább gyorsan, mint hogy nagyon alaposan szeretem elkészíteni a dolgokat, ezért inkább egy ilyen általános koncepció szerint dolgoztam, nem pedig úgy, hogy így, ahogy a Mautner Zsófi dolgozik, hogy így a végletekig, milliméterre tökéletesen, ezért készítettem olyat, amit úgy átfogóan talán jó lesz minden. Nagyon sokat változik a borvidék, tehát úgy érezhetően, ugye vannak ilyen egyszerűbb megfogalmazások, hogy eleinte volt ez az új asszú, régi asszú paradigma, aztán ugye jöttek a szárazborok, a szárazboroknál is rengeteg stílus létezik. Budapestről leérni Tokaj-hegy aljára gyakorlatilag az út nagy részét autópálya lehet megtenni 2 óra. Nagyon jó hotelek vannak, egyre több jó étterem van, csodálatos borászatok vannak, csodálatos kirándulóhelyek vannak. Az asszú az egy különleges bor, de az asszon kívül vannak olyan fantasztikus száraz boraink is, amelyek egy olyan termőhelyet adnak vissza, ami a világban párját ritkítja. Tehát az a fajta diverzifikálása a termőhelyeknek, ami Tokaj-hegy alján van, az nagyon-nagyon kevés más helyen létezik a világban. Tokajt nagyon-nagyon régóta ismerem. Otthon volt egy kis büfénk, 8 éves koromtól, én ott nőttem fel édesanyám mellett a büfébe, ott ismerkedtem meg Magyarország boraival, tehát én nekem már elég korai emlékeim vannak erről a dologról. Soha nem tiltottak a boltról, beledughattam a pohárba az ujjamat és lenyalhattam, megkóstolhattam, hogy mi van benne, hát ez soha nem volt számomra egy tiltott gyümölcs. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és azt gondolom, hogy mindenképp ezt a folytatást támogatni tudom. Vigyük le a fiatalokhoz, vigyük minél széles körbe. Ugye a tokai általában az ünnepek bora. Nagyon óvatosan nyúlunk a tokaihoz. Nagyon kevesen veszik le ezt a bort, akár egy mindennapos fogyasztásra. Pedig azért régen ez másként volt. Régen még az egészségmegőrzésben is volt ennek a bornak szerepe. Én azt gondolom, hogy valahol joggal, csak sajnos ezt elfelejtettük.